A vásárlók a hagyományos paraszt sonkákat részesítik előnyben. Ez eleve többe is kerül, mint a gyorspácolt sonka, amelynek minősége sokszor nem is felel meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. Ez a sonka közel 30 ezer forintba kerül, kilója 3500 forint. A vásárlók inkább áldoznak a minőségi, helyben készült sonkára. A minőséget azt meg kell fizetni, nem mindegy az embernek, hogy mit fogyaszt, olyan árut, minőségi árut, ami valójában csak egy kevéske összeggel olcsóbb, mint a minőségi, de sokkal finomabb és ízletesebb, és én megvásárolom a drágább minőségű árut, igen. A hagyományos pácolt sonkát keresik a vevők a fegyverneki Huber István őstermelőnél. Már most március 15-e körül nagyon keresni fogják a sonkát, mert sokan nem hagyják az utolsó pillanatra. A takarmányárak azok elszabadultak, 8000 forint körül van egy mázsa kukorica. A felvásárlási árak azok egy picit gyengébbek, de most emelkedik. Hát most a sonkák ára a tavalyihoz képest viszonylag valamennyit drágult. Érdemes odafigyelni a húsvéti sonka minőségére, mert nem is minden nevezhető sonkának, amit annak adnak el, a gyorspácolt sonkák minősége pedig sokszor nem is felel meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. Ezért folyamatosan ellenőrzik a húsvéti sonkák minőségét. 6 hétig vannak érlelve, 3 hétig sóba van, 3 hétig pászlébe, utána még egy picit utol van érlelve. Ezek nem vizesek, kevés rajta a szalonna, jó húsos, nagyon finomak. Televíziónknak Huber István elmondta, szinte az összes sonka el fog fogyni. Azt veszem észre, hogy inkább a minőségi terméket keresik, nem sajnálják rá a pénzt. Hát például egy 10 kiló sonka 35 ezer forint, de hát vannak itt kisebbek, ami 10-12 ezer forint. Az idén kevesebbet készített, hiszen az átmenő forgalom is kisebb a pandémia miatt.